Halálának 87. évfordulóján Kaszap Istvánra emlékeztek Székesfehérváron. A Prohászka emléktemplomban Spányantal püspök a város megjelent papságával, vendégpapokkal és Koroknai Zoltánnal mutatott be koncelebrált szentmisét a hitvalló kispap tiszteletére. Az ünnepre a cserkészek idén is elhozták a betlehemi lángot, a béke lángját. Kaszap Istvánnak van múltja, de van jelene, és hiszem, hogy van jövője is. Ő a mi életünkben egy álló csillag. Valaki, aki életét hozzáigazította a Jóisten tanításához, az egyház kinyilatkoztatásához, aki minden képességét, egész életét fiatalon átadta az egyháznak, az Istennek, odaadta magát az emberek szolgálatára, és ebben az odaadottságban kitartott mindvégig. A főpásztor beszédében Kaszap Istvánt olyan csillagnak nevezte, aki eligazító jel, hogyan éljünk helyesen az élet számos útvesztői között, akinek példája segít, hogy megtaláljuk azt az utat, amelyen járnunk kell, hogy azzá legyünk, aminek a Teremtő Isten megalkotott minket. Az ő élete egy fiatal élet volt, hamar fiatalon elment, de beteljesedett életet élt. És ebben példa nekünk, ezt érdemes magunk előtt látni, figyelni rá, és abban, amit ő megélt, abból mi is tanulhatunk. Úgy gondolom, hogy ha képesek vagyunk megérteni az ő életének a tanítását, akkor valami nagyon belső gazdagságra tehetünk szert. Spányantal beszédét azzal zárta, hogy Kaszap István nem csak a maga harcát küzdötte végig, és lett beteljesedett személyiség, teljes ember, hanem olyan küldetést is hordozott, amely hozzánk is szól. Rövid életével utat mutatott, amelyen járva a mi életünk is áldás lehet társainknak, és dicsőség az Istennek.